Az Erzsébet híd, Budapest legdíszesebb jelképe, a tudomány és technológia remek műve. Volt! 1903-tól 1945-ig. Aztán a kivonuló németek szarrá robbantották. Dőlt is volna az egész, csak hogy nem robbant föl az összes töltet, így a pesti hídfő állva maradt több mint 40 évig. És nézd meg, még hidat sem tudnak normálisan felrobbantani. Hát milyen dolog ez? Üljek be egy Volkswagenbe, meg a romok helyére 1961-ben új Erzsébet hidat építettek, mely a mai napig is stabilan áll. A minimalista, hófehér szerkezet tökéletes összhangban van a Gellért hegyjel, és a város egyik ikonikus jelképévé vált az évtizedek során. Hát jól összefirkáltátok, bassza meg! Üdv a Technoscope YouTube csatornán! Ez egy új sorozat, amiben a Duna budapesti szakaszán átívelő hidakat vesszük sorra. Hallod? Mi a szar folyik itt? Az Erzsébet híd Budapest legbelső hídja, mely a keleti pályaudvartól induló nyílegyenes út meghosszabbítása Buda felé, tehát ez az út megyen Budára. Bár számomra egy kicsit érthetetlen, miért vezették neki a Gellért hegynek, de mindegy. Az út Budapest két legszebb nevezetessége, a Gellért és a Várhegy között folytatódik, és egészen Németországig visz. A mókás ebben az, hogy ha a másik irányba indulsz, akkor Ankarában kötsz ki. Balról a Lánchíd, jobbról a Szabadsághíd fogja közre, de ha Pest felől nézzük, a Lánchíd van jobbra, a Szabadsághíd pedig balra. Ha felülről nézzük, a bal fent van a Lánchíd, jobb alul a Szabadság. Mikor államilag megállapították, hogy a városnak új hídra van szüksége, kereken 43 tervet nyújtottak be. Ami amúgy nem kerek, de teljesen minden. A legfőbb kérdés az volt, hogy Lánchíd épüljön hatalmas láncszemekből, tudjátok, mint a Lánchíd, vagy kábelhíd épüljön hatalmas kábelekből. Végül ez a terv nyert, amit láncok tartanak, de mindenki megnyugodhat a picc. Az átadásra 1903-ban került sor. A Life magazin ekkor az alábbi nagyon menő fotóval jelent meg, ami nagyon menő. A hídról Pesten lejöve láthatjátok, hogy az út kikerülje a templomot. Ez azért van így, mert nem rakták odébb. A templomot. Csak meg kellett volna fogni azt arrébb tolni egy olyan jó 20 méterre. Ennyit nem voltak képesek megcsinálni, hogy arrébb rakják azt a nyalajás templomot. Hát most nem tök mindegy, hogy ide vagy 20 méterrel odébb jársz vasárnaponként visére. Jó, nyilván ezt nem lehetett volna kivitelezni, leszámítva azt. Hogy de! Nem messze innen, Budán, a Krisztina templom szentély részét 1943-ban sinekre helyezve odébb csúsztatták. Ezelőtt 10 évvel meg az USA-ban drifteltettek téglaházat. Szóval örülj, hogy téged békén hagytak, és itt maradhattál. Pedig templom hurcoláskor megnéztem volna annak az embernek az arcát, aki mondjuk ebben a házban lakik. Gondolj már bele, ilyen nagy zaj van reggel, kinyitod az ablakod, azt látod, hogy az megviszik a templomot. Hát ne vidd már a templomot, légy szíves. Ráadásul, amint ezt láthatjátok ti is, ezt jó kicentiszték. Most ezt vonalzóval csináltátok, vagy valaki tartotta az ujját, amíg építettétek? Minden tiszta szar amúgy. A régi hidat 1898-ban kezdték el építeni, és már félkész volt, mikor a budai pillér megindult a Duna felé. Gondolta, csúszik pár métert. Kiderült, hogy a Gellért-hegy lábánál lévő forrásvíz hője meggyengítette a stabilnak tűnő szerkezetet, így az építők a katasztrófa elkerülése érdekében kénytelenek voltak visszabontani a kész munka egy részét. Az átadás egy évet csúszott. A terveket és a szerkezetet ez idő alatt egy föld alatti hőálló betonfallal, valamint négy kicseszett nagy szobor talapzattal egészített. Ki, ez is bebiztosítva a dolog stabilitását, ami amúgy olyan, mintha fekete-fehér lenne, de valójában nem volt se fekete, se fehér. Na, lehet tippelni, milyen színű volt a régi Bözsi híd. Kék? Zöld? Esetleg rózsaszín? Sárga volt egyébként, kifest hídat sárgára. Sárga híd? Jó, mondjuk a Margit híd az elég menő néz ki sárgán. De az Margit, ez meg Bözsi. A pilléreket, érted? Sárga pillére. Hol láttál te már sárga pilléreket? Sárga! A híd nevét Erzsébet. A híd nevét Erzsébet magyar királyné után kapta, mert így hívták a királynét, akiről a hidat nevezték el, amit úgy hívtak, mint a királynét. A fantasztikus, konzervatív népléleknek köszönhetően a lerombolt Szabadság és Széchenyi Lánchidat is az eredeti tervek alapján építették újjá a háború után, és mivel ezek a régi város alacsony forgalmára voltak tervezve, így az új Erzsébet hidat kénytelenek voltak 10 méterrel szélesebbre építeni, ha már a másik két híd nem bírja el a forgalmat. Tehát nem ártana valami innovációt is integrálni a látképbe, ahelyett, hogy a régi épületeket és építményeket építjük vissza a leromboltak helyére. Ugye, MOL Campus? Innen mondjuk elég pöcökszerű. Az újjáépített struktúra erősen haj az elődjére. Például, ha megfigyelitek, a két szomszédos híddal ellentétben a négy szélső húza nyílegyenesen ki van feszítve, és a pillérek is az eredeti terven szereplő helyeken állnak, a parton. Tehát nem a vízben, mint ahogy azt a két másik hídnál láthatjuk. Mondjuk én inkább egy drótkötélpályát képzelek el ide, a Gellért-hegyről lefelé, végig át a túlpartra, az milyen menő lenne már?
A felrobbantott láncszerkezetes építmény helyére épülő új kábelhidat eleinte sokan a kölni Mülheimeri hídhoz hasonlították, csak hogy a kritikusok valamit nem vettek figyelembe. Egy híd nem csak a híd önmagában. Ahhoz hozzátartozik a két part, a két hely, amit összeköt, és a környezet, amihez szervesen kapcsolódik. Az lehet, hogy a két struktúra hasonlít egymáshoz, de ilyen látványban csak is a budapesti Erzsébet híd lábánál lehet részed. Micsoda látványvilág. Ez nektek városkép. Köln. Jó, nem szemétkedem. A kölni dóm az azért eléggé oda. Érdekesség még, hogy az új hídon eleinte áthaladt a villamos. Csak ennek hatására az idő során a szerkezet... Au! Csak ennek hatására az idők során a szerkezet némileg meggyengült, így a kötött pályás közlekedést ezen a szakaszon be kellett szüntetni. A síneket felszedték, tehát felszedték a síneket. Fel lettek szedve a sínek. Az újjáépített hidat megnyitásakor rengeteg ember lepte el, és ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a cucc tökéletesen alkalmas lesz tüntetések helyszíneként. Értető, hogy például a netadó elleni demonstráció egyik helyszínéül ez a helyszín szolgált. De a helyszíne fehér. Egyébként én nem is tudtam, hogy egyáltalán él ennyi magyar itt. Napjainkban autók szántják betonját, ami látott szebb napokat is. Gyereseg meg. Én szívem szerint raknék rá pár növényt. Ez a fehér milyen szépen néz neki, ha a vízesésként lógnának le a zöld levelek két oldalt a Duna vize felé. Nem én vagyok az egyedüli, aki a híd átalakításának gondolatával játszadozik. Korzó tervezési stúdiónál megalkották a Magyar Mérnöki Kamara innovációs különdíját is elnyerő sétáló Erzsébet híd koncepcióját. Az ötlet szerint nyárra mobil elemek használatával át sétálósítják az autóutat, így pazarkilátás társaságában lehet a családi programokat szervezni a Duna varázslatos vize fölé. Ezen a keresztmetszeten jól látható, hogy két sáv továbbra is megmaradna a közösségi közlekedésnek, buszoknak, bicikliknek, és a terv része még a fák is, bár ezt nem tudom, hogy lehet megoldani, minden esetre baromi jól néz ki a dolog. De most a betonba ülteted a fát, ez akkor az hogy jut vízhez? Mert a beton tudnélik öntözni kell. Azok, akiknek a mostani dizájn nem igazán tetszik, kétféle módosítást is tudok javasolni. A drágább, hogy a hídra egy vászként tekintünk, melyet gondolatban elkezdünk dekorálni. Például kedvenc lovas szobraimmal. A másik opció, mely lényegesen olcsóbb, hogy átvessük valami tök más színűre, csak ne sárgára, könyörgöm. Egyébként, ha engem kérdeztek, a cucc úgy tökéletes, ahogy van. Bár, ha hogy egy pöppet még modernebb legyen, a zöldön kívül feldobnám még pár üvegpanellel ott a pillérek közti részt. Megtörni a napfényt, és még futurisztikusabban néz neki. Itt erre, ahogy kiskorommal azt hittem, hogy azért ilyen, mert a híd összecsukható. Úgy kicsit koszos a korlát. A fővárosi közterület fenntartó ZRT végzi a híd mocsoktalanítását, de mivel a cucc fehér, így a városi szmogtól hamar beszürkül. Meg egyébként most nézem csak, hogy mennyi csavar van benne. Hát jó összeraktátok, ezt hallod-e? Aki szemfüles, itt megtalálhatja a bejáratot. Igen, az a három szál hajamban. Itt lászak fel a karbantartók a pillérek tetejébe, és végül itt van még két érdekesség. Besegyei Péter, magyar műrepülő, a világ egyik legprofi mesterpilótája, ez a magyar porkorosszó, 2014-ben a hídról szállt fel a repcsijével. Amikor pedig igazán magas a Duna vízszintje, az így néz ki. De szerintem ígyunk le belőle. Újraindult a gameplay csatornám a Skylab, ahol a városépítős játékok és a Minecraft mellett már simszezni is elkezdtem. De mennyi kokót toltál? Mennyi kokó ment le? Hogy nézem azokat az orjukakat? Kokain. Hány hotdog van a zsebemben? Nincs zsebem. Meg elkezdtem például építeni egy tök menő luxus penthouse-t. Ha érdekel, csekkold le. Köszi, hogy végignézted, ha támogatnád a csatorna fennmaradását, ezt a tagságon keresztül megteheted, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok!